Hát, váll lapocka izmok erősítése. Az első nyújts kell kezedet magas tartásba, és belégzéssel emelt fel a karodat, kilégzéssel enged vissza a karodat. Ugyanez a fölle emelgetés van, csak részút fölfelé tartásba. Itt fontos az, hogy a kéz hát, az alkar, felkar mindig fölfelé, fölfelé emel, és akkor leengeded a kezed, igazából akkor se teszed le, egy centire megtartod majd oldalsó középtartásba hozod a kezed, és ugyanezen elvekre figyelve, belégzéssel emeled fölfelé, kilégzéssel engeded visszafelé a kezedet, majd mérésű tartásba csinálod ugyanezt. Én csak egy-két gyakorlatot mutatok itt neked, de nyugodtan kezdheted négy-öt ismétlés számmal, majd egész 10-12 darabot csinálhatsz minden kéztartásból. Következő kinyújt a kéz előre, és lehoz oldalra. És akkor itt is lehet az, hogy kilégzés, kinyújt a kéz, Belégzés, hátra lehúz a kéz. Folyamatosan emeled a kéz hátad karodat fölfelé, és úgy mozgatod. Majd, megtartva ezt, a kezedet körkörösen viszed. Kinyújtod előre, kilégzés, hátra hozod, mélytartásba, belégzés majd innen ilyen véket formálsz, lehet fönt egy vét formálni, majd oldalt dupla vét formálni, majd lefelé tartva kézzel vét formálni. És akkor ezt is folyamatosan oda-vissza csinálod, fontos, hogy lassan mozogva. Ezt lehet úgy nehezíteni, hogy a fejedet kicsit kiemeled. Itt figyelj arra, hogy a gerinc ívét követi a nyaki gerinc és a fejtető, és előre lefelé nézel. Fontos, hogy lassan mozdulj. Itt a videóban lehet, hogy egy picit gyorsan csinál, amit lehet az, hogy egy mozdulat, az két-három másodpercig tart. Majd leteszed magad, és megpihensz. Ha még több gyakorlatot szeretnél, gyere fel a Selfness a honlapra, és az online jogórák videótár alatt több száz videót fogsz találni, azaz többféle gyakorlatsort. Itt a kínálat és a próba videók rész alatt meg tudod nézni, hogy milyen típusú gyakorlatok vannak, sőt, ki is tudod őket próbálni, tehát lesznek videók, foglalkozások, amiket véggyakorolhatsz. És azt fogod tapasztalni, hogy nem csak mozgás foglalkozások vannak, hanem a van meditáció, relaxáció és légző gyakorlat is. Próbáld ki őket, nézz szét, és aztán gyakoroljunk együtt. Várlak sok szeretettel. Nem azté.